Megváltozik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje, erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most lássuk további híreinket röviden. További kormányzati támogatást kér az M4-es út folytatásához Földi László. A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a közgazdasági és informatikai szakgimnáziumban, és érettségi tételnek is választható Patkos Irma színművész életútja. Ez a híradó február 25-én kedden itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Március 1-től megváltozik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje. Ezentúl nem szerdán, hanem hétfőn lesz hosszított, este 6 óráig tartó ügyfélfogadás. Egyéb változások is lesznek, tájékoztatta szerkesztőségünket a címzetes főjegyző. Dr. Diós György Gitta elmondta, márciustól kikerülnek az építéshatósági szakmai feladatok a jegyzői hatáskörből. A testület a legutóbbi ülésén módosította az SMS-t, ez alapján március 1-től változás lesz a hivatal ügyfélfogadási rendjében, tájékoztatott a címzetes főjegyző. Eddig ugye az volt a megszokás, hogy szerdán egész nap ügyfélfogadás volt, reggel 8-tól 18 óráig. Most a szerda az rövidebb lesz, nem 18 óráig lesz az ügyfélfogadás és a munkaidő, hanem 16 óráig. Tehát március 1-jel a hétfő lesz a hosszú nap. Mostantól tehát hétfőn 00:30-tól este 6 óráig lesz ügyfélfogadás, szerdán pedig 00:30-tól délután 4-ig. Egyéb változás is lesz március 1-jétől. Ez az építéshatósági feladatokat érinti. Ezek kikerülnek a jegyzői hatáskörből. 3 fővel csökkenni fog a hivatal létszáma. Egyetlen egy építészmérnök marad, hiszen a jegyző ennek ellenére kapott olyan hatósági új hatásköröket, ami építészmérnök ittlétét feltételezi, illetve ő tudja ellátni a feladatokat. Például a telekalakítási kérelmeknél szakhatósági állásfoglalást adunk ki, akkor a különböző ilyen módosításoknál, rendeltetés módosításoknál most már hatósági bizonyítványt is a jegyző ad ki, és a település képi védelemről szóló törvény szerint pedig állásfoglalásokat, szakvéleményeket. Ezen kívül itt marad a tervtár is. Az elsőfokú építéshatósági szakmai feladatok tehát átkerülnek március 1-től a kormányhivatalhoz vagy a járási hivatalhoz. Hogy a kettő közül pontosan hová, még nincsenek hivatalos információk. További kormányzati támogatást kér az M4-es út projektjének folytatásához Földi László országgyűlési képviselő. A parlamentben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, egyebek mellett szükség lenne Abonynál a 31-19 jelű csomópontnál egy az M4-esre vezető útra. Továbbá beszélt arról is, hogy reményei szerint a térségi útépítés továbbra is kormányzati prioritás marad, és az út a jövőben Abonyt, Szolnokot és az országhatárt is eléri majd. Aki utat épít, az jövőt épít, és egyúttal az bizonyítja, hogy hisz a jövőben is, mondta az M4-es út kapcsán Földi László országgyűlési képviselő tegnap a parlamentben. Az M4-es gyorsforgalmi út megépítése Cegléd is a Dél-Pest megyei térség számára régi cél volt, hangsúlyozta beszédében. A térség összes lakója és vállalkozása nevében az országgyűlési képviselőként megköszönöm a kormánynak, hogy erre a kiemelt fontosságú beruházásra hazai forrást biztosított. Reményeink szerint nő majd a térség tőkevonzó képessége és idegenforgalmi vonzereje, és jelentősen javul az itt élők életminősége. Földi László úgy fogalmazott, ez a beruházás összesen 80 ezer embernek az életét érinti közvetlenül, de a tápiómenti térség számára is kulcsfontosságú, ezért további támogatást szeretne a projekt fontos kiegészítéséhez. Az Abony irányában folytatott M4 esetén a 31-19 jelű csomópontban az M4-es útra történő ráhajtás lehetőségének megteremtése még nem megoldott, de szükséges. Továbbá jelzem, hogy ez a kezdeményezéshez csatlakozott Abony önkormányzata annak érdekében, hogy megóvja a várost a környezeti és forgalmi terheléstől, illetve a tápjómente térsége, amelynek lakói és vállalkozása is igénylik ezt a csomópontot.
A csomópont egyrészt megvalósítható a kialakítandó pihenőhelyeken keresztül, másrészt az új Szilvás felé vezető 3119 és az új Szász felé vezető 3122-es utak is a szervízút összekötésével. Ez költséghatékonysági szempontból is optimális megoldásnak ígérkezik, mondta az országgyűlési képviselő. Ezt a javaslatot Szerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára és Petrányi Csaba, új Szilvás polgármestere is támogatja, mondta Földi László. A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek ma a Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban. Köszöntőt a polgármester mondott, majd a újás kommunizmus eltitkolt valóságáról, az ország gazdasági kizsákmányolásáról beszélt a Magyarság Kutatóintézet munkatársa. 2000 óta minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Idén a Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban tartották a városi megemlékezést, ahol elsőként a polgármester mondott köszöntőt. Dr. Csáki András a kommunista diktatúra évtizedeinek borzalmairól beszélt. Magyarországon a II. Világháborút követően úgynevezett büntető táborok, gulágok alakultak ki, ahova mindenfajta ítélet nélkül hurcoltak el embereket azért, mert úgy gondolták, hogy a rendszer ellenségei, vagy korábban valamilyen magasabb funkciót töltöttek be a közigazgatásba. Emlékeznünk kell mindenféleképpen, hogy volt egy ilyen szakasza ennek a magyar történelemnek, azért kell emlékeznünk, hogy többet ilyet ne fordulhasson elő. Áldozat volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kiéheztettek és bekebeleztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport politikai vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől. A gulyás kommunizmus gazdasági összefonódásairól, a kizsákmányolt magyar társadalomról a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársa beszélt. Elmondhatjuk, hogy a gulyás kommunizmus éveiben egy szürk elit gyakorlatilag lerabolta a magyar gazdaságot, és ennek volt a következménye az eladósodás, és innentől kezdve nem csak azok a gyári munkások, akikről itt hallhattunk az előbb, hanem a teljes magyar társadalom a kárvallottja volt, sőt, azt is elmondhatjuk, hogy az itt ülő 9-esek mind a mai napig áldozatai ennek a kommunista időszaknak. 1947-től a Szovjet Birodalomnak és az Amerikai Birodalomnak szükségük volt egy gazdasági kiskapura, egy hídra, ami Magyarország volt. A két nagyhatalom közös egyetértéssel felhasználta a hitleri birodalom élvonalbeli náci tisztjeit arra, hogy kiépítsék a gazdasági csatornákat, mondta a történész. Így lyukadtam ki olyan informális kapcsolatrendszereknél, aminek a kutatása egyébként nagyon nehéz, hiszen a pártállami hierarchia az, ami keletkezteti a forrásokat, és a történészek a források, az írott források alapján kutatják ezt az időszakot is, és ez alapján, tehát egy BBKB ülés alapján megérteni ezt az összefonódást egész egyszerűen reménytelen. De éppen ezért engem rendkívül mozgatott az, hogy lehet ezt értelmezni, hogy lehet leírni azokat az adatokat, amit a titkos szolgálati anyagokból én összeszedek, látok, összefüggéseket, eltűnt milliókat, egyáltalán nem korrelál azzal a képpel, ami a hivatalos Kádár rendszert leíró kép. A pártállami forrásokból és titkos szolgálati anyagokból dolgozó történész elmondta, a kommunista diktatúra idején a maffiaszerű gazdasági összefonódással több mint 242 milliárd forinttal károsították meg a magyar gazdaságot és társadalmat, egy szűk külgazdasági elit pedig elképzelhetetlen módon gazdagodott, mondta a történész. Borvendég Zsuzsanna beszélt a nagyhatalmi titkos szolgálatokról és a magyar hírszerzésről is. Az a felfogás él mai napig a történész társadalomban, hogy a magyar hírszerzés, a magyar kémelhárítás nem játszott jelentős szerepet a szovjet blokk titkos szolgálati együttműködésében. És éppen ezért nem tudunk beszélni nyíltan erről az egész kapcsolatrendszerről, amiről én itt most röviden beszéltem, mert ennek nyitja az a titkos szolgálati tevékenység,
tevékenység, amelyet gyakorlatilag lesöpörnek az asztalról, hogy érdektelen. Nem, nagyon komoly. A történész elmondta, rengeteg kérdés van még, ami válaszra vár. Kutató munkáját továbbra is ezeknek szenteli. Emlékező műsort a közgázdiákjai adtak, akik a kádári időszakot elevenítették fel. A gyár, ahol élünk, jelszavakat pingál a falakra. Buzdít, lelkesít, mozgósít. Vannak, akiknek csak ez a dolguk, hogy erőnkön, egészségünkön túl a gondolatainkat is eligazítsák. Alkalmi sétáinkon plakátok figyelmeztetnek, kik vagyunk és mi a kötelességünk. A kommunista diktatúra áldozatainak számát a világon mintegy 100 millió főre becsülik. Újabb földárverési programot indít a Nemzeti Földügyi Központ és az Agrárminisztérium. Összesen több mint 13 ezer darab, 3 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetnek meg eladásra a március elején. Rövid híreink következnek. Nagyszabású földértékesítési programot indít a Nemzeti Földügyi Központ és az Agrárminisztérium. A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, az értékesítés pedig elektronikus úton zajlik. A földértékesítési program első ütemében március 2-án 6540 darab ingatlant kínálnak eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az NFK célja az első fázisban az összesen mintegy 5000 hektár állami föld értékesítése, mely program az ország 1723 települését érinti. Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormány.hu oldalon is elérhető lesz március 2-ától, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik a megvásárolható ingatlanok adatait. Újabb 3 pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu program keretében. Ezúttal 7 milliárd forint keretösszegben lehet pályázni orvosi szolgálati lakás építésére, orvosi rendelők építésére és felújítására, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére. Az orvosi szolgálati lakások építésére azok az 5000-nél kevesebb lakosú települések pályázhatnak, ahol legalább 6 hónapja betöltetlen a házi orvosi praxis. Tavaly összesen 11000 pályázat érkezett a program keretében, ezek közül 5500 nyert el forrást. Tavaly 21127 új lakás épült Magyarországon, 20%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építhető lakások száma 35123 volt, 4,3%-kal kevesebb, mint 2018-ban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal ma. A KSH jelentése szerint tavaly a negyedik negyedévben 10800 új lakás épült, szemben az egy évvel korábbi 7500. Akár érettségi tételnek is választható Patkós Irma színművész életútja. Erről egy szolnoki lap számol be, híradónk pedig a Kossuth Múzeum igazgatójától megtudta, több éven át érkeztek valóban érettségire készülő gimnazisták, hogy a színművészről készült kiállításon készüljenek a vizsgára. A júniusi magyar szóbeli érettségi tételsorban szerepel a regionális kultúra témakör. Ebbe a felkészítő pedagógus javasolhat témát. A Kossuth Gimnázium esetében G. Bíró Lilla már több éve felajánlja a diákoknak, készüljenek Patkós Irma életéből. A Kossuth Múzeumban ugyanis állandó kiállítás és Reznák Erzsébet előadása is segítségükre van. 1995-ben nyitottuk meg, ez ugye Irma néni 95. születésnapja, aztán telt múlt az idő, ő már régen nincs közöttünk, és néhány évvel ezelőtt, 2016-ban, ha jól emlékszem, újítottuk fel a kiállítást, azzal a nem titkolt céllal egyébként akkor, hogy egyúttal Irma néniről is, tudom, első hallásra furcsa hangzik, de itt a múzeumban egy operett hangversennyel emlékezzünk meg. Eljöttek ide a Patkós Irma iskola diákjai, és néhány dalt előadtak Irma nénire emlékezve. A Patkós Irma iskola diákjai pedig zenés műsorral tisztelegtek névadójuk emléke előtt. Reznák Erzsébet elmondta, örömmel látogatják a vendégek a kiállítást.
Én igazából azt tapasztalom, hogy fölcsillan a szemük, most azokról a csoportokról beszélek, akik máshonnan érkeznek, és amikor a Kossuth kiállításon végig sétálunk, és itt ide benéznek, azt mondják, ó, hát én ismertem, ó, én tudom, hogy ki az a Patkós Irma. Nyilván az idősebb korosztályról van szó, akik még láthatták őt a filmekben. A kiállítást a múzeum munkatársa Borsos Hedvig álmodta meg. Azt a tárlatot, ahol számos különleges tárgy mellett nagyon sok fotó mutatja be Irma néni életét és karrierjét, és magánéletét. És nagyon kedvesek azok a fotók is, amelyek a magán életéről készültek. Hiszen Irma néni bármennyire is primadonna volt, az életben kedves öregasszony volt. Nekem egyébként az a kedves fotóm, ahol a férjével, Sziklai Jenővel együtt fényképezkedett le, akivel nem sokáig éltek együtt, hiszen Sziklai Jenő a második világháborúban elpusztult, zsidóként elvitték. De ez a kép mégiscsak bepillantást enged Irma néni magánéletébe, mondta Reznek Erzsébet. A gimnázium diákjai egyébként idén is ellátogatnak a kiállításra, hiszen Irma néni élete újra csak érettségi tétel lesz majd Cegléden. Ismét rendeznek körzeti borversenyt Cegléd-Bercelen, a háttérvendége Török József polgármester lesz. Ez pedig a Híradó volt február 25-én kedden, de tartsanak velünk a továbbiakban is.